Közeledik az iskola vége, és hamarosan kezdődnek a ballagások, na meg a bolondballagások. Az iskolás évek nem csak a tanulásról szólnak, hanem a nagy bulikról és a közös bolondozásról is. Éppen ezért sok helyen hagyomány, hogy nem csak ünneplőben, a ballag már a vén diákot énekelve búcsúznak el egymástól és az iskolától a diákok, hanem egy szabadabb, szórakoztató formában is. Így tettek a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium hallgatói is május 3-án, akik egy rögtönzött előadást adtak elő az oktatási intézmény aulájában. A bolondballagások alkalmával általában vicces maskarákba öltözve járják körbe az iskolát és a várost a végzősök. A jelmezesek, mint minden alkalommal, ezúttal is osztatlan sikert arattak a diáktársak körében. Az oktatási intézmény után a diákok nyakukba vették a várost, akik a Kossuth utcán végigvonulva mutatták meg jelmezeiket a nagy közönségnek. A rövid sétát követően a népfürdő előtti téren is táncra perdültek a felvonulók a jó hangulat jegyében. A különböző munkásnak, szerelőnek, nővérnek is egyéb ruhába öltözött jelmezesek tovább indulva folytatták nem hétköznap a útjukat, amely az iskolába vezetett vissza. A végzős diákok így nem csak a középiskolától, hanem a várostól is elbúcsúztak. A bolondballagás természetesen megelőzte a szombati megható eseményt, amely a felnőtté válás kezdetét jelentette a maturálóknak.